Sziasztok, srácok, és üdvözlök mindenkit a mai sztárgyuveli részben. Folytassuk is akkor ott, ahol abba hagytuk. Szokásosan nézzük meg az időjárást, illetve a szerencsénket, mert ez a két legfontosabb dolog, tiszta és napos idő lesz. Oké, látok egy pislákoló fényt, bla bla bla, a szerencsém ma nem az én oldalamon áll, sajnálatos módon, és történt valami, hoppá, itt van Emily. Szia, Ajda, jó reggelt! Hát jó reggelt, Emily! Igen? Úgy látom, tevékeny vagy. Jól néz ki a farm. Köszönöm szépen, hát elég sokat dolgozom vele, az biztos. Szóval itt vagy már egy ideje, és biztos szereztél némi szövetet is, ugye? Ó, igen, jártam is nálad. Nos, tudtad, hogy a szövet segítségével mindenféle ruhaneműt készíthetsz? Csak egy varrógépre van szükséged, és nekem van egy otthon. Pont ott jártam múltkor. Nyugodtan nézd be, és használd, amikor csak akarod. Ez az. Mostantól használhatod Emily varrógépét. Jéj, hát erre vártam. A szabáshoz szükséged van egy ruházatra és egy másodlagos tárgyra. Kísérletezgess, és nézd meg, milyen egyedi stílusok léteznek. Wow! Hát erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt most hogyan is kell elképzelni, viszont úristen, rengeteg dolgom lesz, hát amennyi minden elkészült, na, Shane-től jött egy levél, most ezt nem olvasom. Elkaptunk egy csípős opogósat, már szinte kívülről tudom a szöveget, mert szinte hát mindig ugyanazt a szöveget küldi el. Ezeket gyorsan ide bedobom. Jó, most újat nem rakok be, hanem ezeket így szépen leszedem. Mert hogy elkészültek a paszternákok, és ez azt jelenti, hogy akkor már el is tudok egyébként néhányat adni. De meg kell néznem, hogy azért mennyi az, amit meg is tudok tartani. Hogy hát nem tudom felszedni a zöldbabok nagy részét, szóval hát ki kell írtanom egy részüket sajnálatos módon, mert egyszerűen nem tudom felszedni a belsőt. Szóval szerintem az lesz, hogy hát ezt a két sort, ezt itt muszáj leszednem, és hát nagyon fáj a szívem, de nem tudok mit csinálni. Jó, most gyorsan átváltok, nagy itt gond legyen. Nem baj, a hibáiból tanul az ember. Szóval ne aggódjunk. Jaj, de szépek már ezek a fák! Szerintetek ebből a díszederből lehet majd ide befőttet készíteni? Gyorsan a gombákat is leszedem, mert szerintem azt már egy ideje nem szedtem. És az mindig valahogy elfelejtődik így a nap végére, mert egyszerűen annyira hosszú idő telik el ugye a locsolással. Kéne egyébként locsolót vennem. Hát szurkoljatok, hogy ez működik, de szerintem van szederzsem. És van! És van! Rakjunk be egy kacsa tojást, mert olyat még nem raktunk be. Hú, kíváncsi vagyok. Na és akkor várjatok, mert én úgy emlékszem, hogy a közösségi központba el tudom vinni a szövetet, ami azt jelenti, hogy le tudom zárni azt a szobát is. Mármint, hogy wow, hát ez csak most jutott el a tudatomig, mert múltkor annyira fáradt voltam, hogy fel se fogtam, hogy kész van még egy szoba, én ezt most azonnal megcsinálom. Amúgy annyira jó, hogy ezt írtátok ti is, meg ugye a játék is mondta, mert hát ugye én egy nyarat már végigcsináltam, bocsánat, tavaszt, és hát akkor nem gondoltam volna, hogy ilyeneket is lehet. Vagy akkor valahogy így nem emlékszem rá, hogy írtátok volna. Tök mindegy, lehet, hogy akkor még nem lehetett, csak később, ugye? Jaj, gyerekek, ezt el se hiszem. Oj, de jó! Igen, ide. Megy a felvétel, megy. Hú! Hajcsomag kész! Úristen, és mindegyik kész. Jaj, nem olvastam el, hogy mi az, de kaptunk egy kekhordót. Na! Jaj! Gyep! Jaj, de cuki ez a hang. Boldogan segítünk. Végtére is ez a... nem a mi házunk. Wow! És kettő szobát csináltak meg! Szia! Jaj, ne menj el! Elment! Ne menj el! Hova mész? Hogy kifutott? Oké. Akkor elkészült még egy szoba. Ezek micsodák? Itt tudunk valamit csinálni? Egyelőre még nem. De milyen szép már! Opa! Hello! Le tudok ide ülni. Csak meg lett csinálva a közösségi központ kettő szobácskája. Hellóka, szia, igen. Na azt mondja, hogy még van három hátra, és ugye három csillaga van már elkészítve. Rá kell mennünk a halakra. Ó, az még szép lesz. Illetve itt a bűvölő csomagra is rá kell mennünk. Páfrány, szarvasgomba, makitekercs. A szarvasgomba ugye az a malac húzadéka lesz, mert ugye malac
fogja megtalálni nekünk a szarvasgombát, illetve van 15 ezrünk, szóval lehet, hogy a 10 ezres csomagot meg kéne. Nem akarom erre elkölteni, inkább szevasz! Inkább legyen az majd a következő malacra, mert hogy ugye az 16 ezer, és akkor a szarvasgombát is el tudom majd készíteni. De itt egy bokor, meg egy kis narcisz is, szóval ezeket felszedem, hogy el tudjam majd adni. Hoppá, ott van még egy bokor. Ó, hát mennyi van itt? Na hát elég produktívan kezdődött ez a Stardew Valley rész, ennek nagyon örülök. Ó, nem tudom, hogy almafát vettem, de én úgy emlékszem, hogy vettem egy 6000-eset. Tehát van nekem sárga barackom, és nem tudom, hogy melyik a másik két fa, szóval ezzel még mindig várok. Na jó, akkor legyen az, hogy veszek valami. A karfiat meg akarom próbálni. 20, jó, szerintem az 5, 10, 15, 20, 25, és akkor egy 5x5-ösbe el fogom őket ültetni, vagy hát ásni. És tudjátok mit? Lehet, hogy vennék tapétát. Kidekorálja az egyik szoba falát. Nem tudom, hogy ezt most hogy kell, de mindegy, veszek akkor. Gondolom, többet kell, nem? De ez a rózsaszín, ez tetszik, szóval. Mindegy, majd veszek többet később. Igen, karfiol az van, viszont kéne venni még krumplit is. Mennyi van? 13 ezrünk. Jó, 12 ezrünk. Tulipánt is veszünk, és mi legyen még? Fokhagymát is. Jó, és akkor mindent elültetünk a maradék helyre. Viszont nem tudom, hogy mi az, ami meg lett javítva, vagy el lett készítve. Á, nincsen helyem. Karfiolt ide lentre szeretném, és ilyen óriás karfiolt szeretnék. Ez nem csinál semmit, és ez se, és ez se. Szerintem emiatt nem tud nőni, mert ezt ide raktam. Na várjatok akkor. Azt mondja 5x5. Oké, na és akkor ide el fogom most ültetni a karfiolt. És ilyen óriás karfiol kell, hogy nőjön. Legalábbis reménykedem, hogy az fog nőni. Ha nem, akkor nem fog összejönni, de meg akarom próbálni, hogy vajon tényleg működik ez így, vagy... És csak egy legenda. Nem tudom, hogy egyáltalán elég ennyi. És látom, hogy már megy is le a nap, szóval még jó, hogy nekikezdtem. Hújújúj! És szerintem még nem ültettem el az... a fokhagymát, meg talán az epret azt elültettem. Azt elültettem, de a fokhagymát azt még mindig nem ültettem el. Jaj! Mi lesz így itt? Az egyik őszi barackfát nem tudott tegnap este nőni, viszont itt az üvegházat azt csinálják a kis junimók. Akkor tényleg az üvegházat csinálják meg. Jaj, de jó! Viszont a fám nem tud nőni. Az őszi barackfám. Ez nem nagyon, nem... Ez nem jó. Articsóka mártás. Ez egy üdítő módja annak, hogy több articsóka kerüljön a szervezetedbe. Személy szerint én semmit sem szoktam belemártani, csak egy húzamban megiszom a szószt, mint valami tejturmixot. Ízletes. Hogyan kell, azt már tudom. Yay! Amúgy szerintetek lehet szeder, díszeder, bort... Menj már, lehet díszeder bort csinálni. Wow, hát ez nagyon menci. És akkor a tapétát meg ki akarom próbálni, viszont ezt egyelőre így lerakom ide, és majd csinálok öntözőrendszert. Na, azt mondja. Ó, azt a de jó lett. Mondjuk ez itt is maradt. De menő, még jó, hogy nem vettem belőle, tudjátok, annyit, amennyi léc itt van. Húha, akkor elszegényedtem volna. Ezt nem tudjuk átültetni, ezt az őszi barackfát. Tudjátok mit? Mindegy. Megvárom, míg innen eltűnik a cucc, addig most szegény őszi barackfa nem fog nőni, aztán jó van. Ó, erről van szó, már vártam, hogy legyen gyapjum. Hogy vagytok? Hogy vagytok? Jól vagytok? És megnézzük, hogy amúgy tudunk-e szövőszéket csinálni, és szerintem még tudunk, mert hogy kell hozzá. Mennyi fa? Júj, azért ennyi nem. 50. Ha jól olvastam, és 50 fa, nem, 60 fa, 60 fa, 30 rost és egy fenyőkátrány. Itt van az üvegház. Wow! És itt meg tudom tölteni? De menő! Úristen, el se hiszem, hogy eljutottam az üvegházig, hát... Én már nagyon előre vagyok itt haladva. Halad előre a játék, stb. Ki gondolta volna, idáig eljutunk. Ide le is rakjuk akkor mellé, és belerakjuk a másik gyapjút.
Oké, és meg kéne néznem azt is majd, hogyha ezeket eladtam, hogy az ételekhez milyen alapanyagok szükségesek, mert akkor azokból azért megtartok párat. És kell majd ugye valami másodlagos dolog, amiről beszélt, de Emilyhez majd el kell mennem. Hal, hínár, rizs, kukorica. Amúgy ebből kéne keresnem egyet. Azt mondja, hal, bármilyen, hínár és rizs. Ja, ahhoz kell majd a malom. Meg kéne kérdezni Robint itt gyorsan telefonon, hogy a malomhoz mennyi anyag kell. Ha jól emlékszem, 20 000 a malom. Ez az. Dehogy is a malom, csak 2500. De 4 szövet kell hozzá. Fa és kő. Oké. Rist és céklát őrölhetek benne. Ja, és búzát. Jó, hát akkor a szövettel még várnom kell sajnos, mert azzal lassan haladok. Elmegyek Emily házához. Sőt, házába. És szépen megnézem ezt a szövetes dolgot, hogy ezt hogyan tudom alkalmazni. Hello, Kent! Vele tök keveset beszélgetek. Egy ideje már itt vagy, ugye? A farmod biztosan jól fejlődik. Igen, hát és ennyi. És akkor ide kell most menni a szövettel, és elvileg ezt tudom használni. Oho! Azt a mindenit! Ide be kell helyeznem a szövetet, és azt mondja, hogy ide pedig csévét. Helyez színezendő ruhát és alapanyagot a gépbe, hogy átszabd. Csíve. De... Például... Oh! Aha, akkor ezt ide, de most már nem tudom azt belerakni. És a kis ruhácskámat tudom átszabni. És akkor ide kell ez. Ezt készíted, gazdanadrág. Ja, értem, szóval ide kell a nadrág, ide meg a szövet. Nyomd meg a bekapcsoló gombot, hogy elkezd a szabást. Ezt elkészítheted, gazdanadrág. Biztos, és ha ezt rakom ide. Na jó, hát oké, megpróbálom majd ezt valahogy kihasználni, csak hát nem igazán értem, hogy mi kell még nekem. Ó, helyez színes tárgyat a festéktartályba, hogy bármilyen színezhető ruhaneműt átszínezhess vele. Színezve lesz a nadrágom. Wow. És mondjuk ide berakom. Nem. Wow. Sárga lett. Sárga színű lett a pitypangom. S a csévét azt hogyan tudok csinálni? Na várjatok, meg kéne nézni a barkácsolásban, hogy van-e itt egyébként ilyen plusz dolog. Nem tudom, hogy ez a csíve, ez micsoda. Mi az, hogy dob tömb? Dobos hangot játszik le, ha elsétálsz mellette. És ez miért jó nekem? Fiola tömb. Igen, ezek azok, amiket múltkor feloldottam, és már tök sok totemet tudok csinálni. Hát ezt is megtudtuk. Na hát megöntöztem mindent, és hát akkor jól el is ment az energiám, meg az időm is, de azért jó lenne néhány dolgot eladni. 4 szövetünk lett, akkor meg tudjuk venni majd végre a malmot holnap. Jaj, de jó! Ennek nagyon örülök. Na menjünk is alcsizni, mit ír ki, mennyit sikerült bezsebelni? 14 000. Az szép! Sőt, itt még 3 000 pluszba, tehát 17 000, ez pont egy malacra elég. És akkor marad még egy kis pénzünk. Beszéljünk az édes dolgokról. Nem, nem rólad, te butus! Most olyan dologra gondolok, amit jó barátaink a méhek készítenek, a mézre. A helyzet a következő. Ha van pár virág a méhkaptárad körül, akkor a méheid ízletes mézet tudnak készíteni. Egyébként csak a vadmézet szerezhetsz. Elég édes, ugye? Virágokat kell rakni a méhkaptáram köré. Ide rakom mellé. Tessék. Próbáljuk ki, de lehet, hogy nem erre gondolt a költő. Hát mennyi itt a kaja? Hát ez mind ez ingyen van, hát ne szórakozzatok. Loksi, moksi, szevasz, marni. Állatok. Malac. És ide. Miért röffentett? És pont az lett a neve, hogy Pet. Jaj, jegyem meg. Jaj, jegyem meg, és 14 000-ünk maradt. Jó. Ó, mennyi van? Nem bírom. Jaj, nem bírom még ezt a kettőt, gyorsan megnézem, úgyis már itt vagyok. Áha. Szevasz, Robin. Jönnék venni farmépületet, méghozzá egy malmot, köszönöm, építés. És hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy hova. Ez itt jó lesz szerintem. Oké, akkor holnap reggel nekiállok. Fadaráló, rakj bele egy kemény fát, hogy egyszerű fává daráld le. Nem rossz egyébként. Egyébként nem rossz. Veszek egy ilyet, és akkor megnézem azt a disznajt. Jaj!
Milyen disznó? Pet kíváncsinak tűnik, azt mondja, bébi, az mekkora nagy darab. Te jó ég. Amúgy elképzelem, hogy ez tuti amúgy szinkronnal lett felvéve, mint hogy ember csinálta, nem? Nagyon tetszik. Hát ez a kedvencem az egész játékban, a malacka. A disznaja. Szerencsétlen őszi barackfám. Nem fog egyhamar megbocsátni, de én sem magamnak, hogy ezt így elrontottam, de hogyha már odaültettem, akkor úgy vagyok vele, hogy várjuk ki a végét. Egyébként most már tényleg úgy érzem magam, mintha egy igazi tanyán lennék. Van malac, kecske, bárány, tehén, minden van. Nem tudom, hogy ezt most így megöntözzem, vagy ne öntözzem meg, vagy most az a tócsában álló pár darab rizs, az biztos örül neki, csak hogy így csináljak velük. Egyébként, hogyha így lebomlott ez a fakerítés, félek, hogy a kőkerítés is fel fogja adni hamar a harcot. Szóval fel kell készülnöm majd kövekből is, hogyha esetleg ne talántán az is feladná időközben a harcot. És ezek is elkészültek! Yay! Ez nagyon jó, csak nem akarom, hogy kárba vesszen ugye a sok... mi ez? Műtrágya. Kész vagyok. Na jó van, srácok, hát remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Akkor a következő részek azok folytatódnak a malac és a malom történetével. De nagyon örülök, hogy már idáig eljutottunk. Tényleg nagyon boldog vagyok. Ezt a mahagóni magvat viszont máshol fogom elültetni, mert ez szegény ide ékelődött be, viszont ide nem szeretném ültetni. Mondjuk ültessük valahova ide máshova. Remélhetőleg majd, hát gondolom ezen a területen lesz, vagy nem tudom. És akkor majd szeretnék ugye lovardát is, stb. Hogy legyenek lovaim is, szóval, ja, azért sok mindent szeretnék, meglátjuk, hogy mi lesz belőle. 8902 az azt jelenti, hogy 9183. Az nagyon jó. Az nagyon jó, mert az azt jelenti, hogy akkor tudok még egy malacot beszerezni, ha minden igaz. Egy őszi barack. Ja, a tipikus egyik őszi barack. Igen, 20 000 lett, tehát akkor 4 000 marad, hogyha megveszem majd 16 vagy 17, most nem tudom mennyi a malac. Teljesen jó. A videó leírásában egyébként 2 linket is megtaláltok, az egyik a Discord szerveremre mutat, hogyha szeretnétek csatlakozni, akkor arra kattintva tudtok oda jelentkezni. Mármint csatlakozni. Illetve a másik pedig a saját mintás termékeim, hogyha szeretnétek ilyen módon is támogatni, akkor lesétek meg a weboldalt, nézzetek szét, hát ha megtetszik valami nektek. És köszönöm, hogyha ilyen módon is támogatjátok a csatornámat, illetve engem is. A következő részekben találkozunk, addig is legyetek jók, sziasztok!